Vladimir Iljic Lenin és Edmund Burke. 1703-ban Nagy Péter orosz cár a Néva partján, a Finn-öböl közelében lerakta az alapjait a Péter Pál erődnek. Ezzel Oroszország számára ablakot nyitott a Balti-tenger felé, és így kaput a nyugat felé. Az erőd köré épült város a Szentpétervár nevet kapta. 1914-től 24-ig Petrográd volt a neve, utána Leningrád lett. A második világháború alatt a német csapatok 3 éven át ostrom alatt tartották, mintegy 600 000 lakos vesztette életét a bomba és gránát záporban, de főleg az éhezés következtében. Az azóta felnőtt polgárok megint Szentpétervárott élnek. Ősszel, amikor a ködön áttetszik a sápadnap, elénk tárul a város páratlan szépsége. A nyugat felé nyitott kapu azonban mindenféle befolyások behatolása előtt is nyitva állt. 1825-ben Szentpétervárot felkelés tört ki a cári egyeduralom ellen. 1905-ben kitört a forradalom, amely magával hozta a népképviselet csíráit. Petrográdban indult meg az 1917-es februári forradalom, amely lemondásra kényszerítette a cárt, és Petrográdban gyújtotta meg Vladimir Iljic Lenin a forradalma robbanó töltetét. A régi orosz naptár szerint október 24-éről 25-ére, a nyugati naptár szerint november 6-ról 7-ére virradó éjjel. Alig valamivel később, november 25-én zajlottak le Oroszországban az alkotmányozó nemzetgyűlési választások, amelyeket még az előző, közben megdöntött polgári kormány írt ki. A bolsevikok a szavazatok 1/4-ét sem kapták meg. Beletörődtek volna abba, hogy forradalmukat parlamenti úton megfojtsák? Lenin a nemzetgyűlést még összeülése napján, 1918. január 18-án katonáinak a szuronyaival szétkergette. A parlamenti demokráciával szemben a proletariátus diktatúrája mellett döntött, és ezt egy szigorú, megszervezett párt segítségével maga gyakorolta. Hamarosan az egész országban tombolt a polgárháború. A vörös és a fehér terror próbált túllicitálni egymáson. Pardon nem volt. A bolsevikok legprominensebb áldozata második Miklós cár volt. 1918. július 17-én a családjával együtt Jekatyerinburgban agyonlőtték. Ám 100 000-ek jutottak hasonló sorsra, és még sokkal többen egyszerűen éhen haltak. Kérlelhetetlen hajsza indult az osztály ellenségek ellen, és ez a polgárháború befejeztével sem ért véget. Ennek során a háborús parancsnokok, a párt szervei és legfőképpen a titkos rendőrség döntötték el, kényük, kedvük szerint ki számít osztályellenségnek, vagy ki az, aki az igaz ügyet állítólag elárulta. Hasonló, sőt most már sokkal félelmetesebb jelenségektől kísérve zajlottak le később a sztálini tisztogatások, ismét úgy, hogy 100 000-eket végeztek ki, és sok-sok millió ember tűnt el a táborok sötét világában, a Gulág szigetcsoport poglában. Az áldozatok számáról csak durva becslések vannak, de ha a Lenin és Sztálin uralmának évtizedeit és általában a kommunizmus egész időszakát illetően összeadjuk a kivégzetteknek, az éhen pusztultaknak, a kitelepítések, a kényszermunka és a táborok áldozatainak a számát, ez alig, hanem 80, ha ugyan nem 100 millióra is rúg. Micsoda golgotája a borzalomnak. Kissé előre szaladtunk, térjünk hát vissza a kezdetekhez. A távoli Londonban Winston Churchill elborzadva figyelte, mi megy végbe Oroszországban. A nyugati értelemben vett civilizáció lerombolásáról van itt szó. Lábbal tiporják az összes emberi és állampolgári jogokat. És nem kell-e attól tartani, hogy a forradalom a legyőzött, kétségbeesett, éhező Németországra is átcsap? Lapozzunk csak vissza néhány oldalt, és olvassuk el még egyszer, miket írt Churchill Lloyd George-al 1918. november 11-én este folytatott beszélgetéséről. Akkoriban Németországban mindenféle vörös zászlók lengedeztek, munkás és katonatanácsokat választottak, és senki sem tudta kellő bizonysággal megjövendőlni, hogy a szociáldemokráciának Ébert vezetése alatt sikerül-e majd a mozgalmat parlamenti mederbe terelni, és egy demokratikus alkotmányt megalkotni. Churchill aggodalmai egyébként összecsengtek Lenin reményeivel. A marxista tanok szerint a proletariátus diktatúrája voltaképpen nem is jöhetett volna létre az elmaradott Oroszországban, ahol nagyon sok paraszt élt, de alig volt munkásosztály. Más a helyzet Németországban. Ha az oroszországi kezdőlökés után ott is sikerül a forradalom, meg lesz a partner, akire szükség van, és együtt sikerül majd kikezdhetetlenekké tenni a forradalom vívmányait. Csak ennek a reménynek a meghiúsulása után vetődött fel a szocializmus egy országban gondolata, és a Szovjetuniónak dolgozók hazájává való kikiáltása. Lássuk megint, mi foglalkoztatta Churchillt. Vajon a bolsevikok, mihelyt megnyerték a polgárháborút és megszilárdították uralmukat, nem fordulnak-e majd hódítóként kifelé, hogy kitörjenek elszigeteltségükből? Mit jelentett 1920-ban a Vörös Hadsereg lengyelországi előretörése, amikor csak egy hajszálon múlt, hogy Weygand francia tábornok segítségével végül sikerült ezt visszaverni, és így bekövetkezett a visztulai csoda? Ám nem szabad csodákra hagyatkozni. Jobb a tüzet már csírájában elfojtani, mielőtt ellenőrizhetetlenné válik, és tűzvész széterebélyesedik. A hadfelszerelési minisztérium megszüntetése után Churchill 1919. januárjában átvette a hadügyi tárcát, és ettől fogva a háborút hirdeti. Miért ne vetnénk be szövetséges csapatokat, hogy verjék le a bolsevik sárkányt? Ez, úgy vélte, némi erőfeszítéssel sikerülhet. Szibéria, Ukrajna, Dél-Oroszország már amúgy is az ellenforradalomé. Ezt már csak fegyverrel kell ellátni, márpedig fegyverben a nyugat, amióta véget ért a háború, igazán bővelkedett, s mellé kell állítani néhány saját alakulatot. Északon, Murmanszkban és Arhangelszkben különben is éppen partra szálltak már. Esetleg segéderőket is lehetne toborozni, és néhány német hadosztályt bevetni, amely éppen csak elhagyta Oroszországot. Mr. Churchill eltökélte, hogy a bolsevik Oroszország ellen kierőszakol egy hadjáratot, amelyet szövetséges önkéntesek, lengyelek, finnek és más erre kaphatók folytatnak, és a szövetségesek finanszíroznak, jegyezte fel Philip Kerr, Lloyd George titkára. Bárki könnyen elképzelheti, miképpen alakult volna a napjaink történelme, ha a Churchill érvényt tud szerezni elképzeléseinek. Csak hogy senki sem hallgatott rá. Mindenki jól emlékezett még a félre sikerült dardanellai kalandra. Az államférfiak, a katonák, a népek hallani sem akartak már háborúról. A békéhez való visszatérésre vágytak, semmi egyébre. Persze, könnyű, elkésett keresztes lovagról beszélni, és ezzel el is intézni a dolgot. Lloyd George azon csípkelődött, hogy miniszterének tele a feje bolsevizmussal, és hogy hercegi vére lázadozott nagyhercegek tömeges kivégzése ellen. Minden esetre még ők is emberek, s így az amerikai függetlenségi nyilatkozat szavaival élve megilleti őket az elidegeníthetetlen jog az élethez, a szabadsághoz és a boldogságra való törekvéshez. Ám brit hercegi vérről és orosz nagyhercegekről itt csak ugyan legfeljebb mellékesen volt szó. Csak akkor érthetjük meg Churchillt, ha felismerjük, milyen mélyen gyökerezett a gondolkodása a történelemben, s hogy minden meggyőződése valamiképpen összefüggött történelmi tapasztalatokkal. Példaképei közé tartozott Edmund Burke, és kissé messzebbre kell nyúlnunk, hogy a Churchill és Burke közötti lelki rokonságot ennek konzekvenciáival együtt érthetővé tegyük. Burke, aki 1729-ben született Írországban, a 18. század egyik legkiemelkedőbb parlamenti politikusa volt, és Charles James Fox mellett a Whigek szellemi vezére lett. Újra meg újra síkra szállt reformokért, az írországi viszonyok javításáért, olyan igazgatási reformokért, amelyek korlátok közé szorítanák az elharapódzott korrupciót, a rabszolgakereskedelem felszámolásáért. Fellépett az indiai gyarmati uralom borzalmai ellen, épp úgy, mint Harmadik György király állítólag pártokon felülálló kormányzása ellen. Bátorságának leginkább akkor adta tanújelét, amikor küzdött az Amerikával kapcsolatos brit politika elvakultsága ellen, és síkra szállt az elszakadással fenyegető gyarmatok jogaiért. 1775. március 22-én On Moving Resolutions for Conciliation with the Colonies címmel a gyarmatokkal való megbékélés mellett mondott parlamenti beszéde az újkori történelem valóban klasszikus szónoklatai közé tartozik, és legfeljebb olyanokhoz mérhető, mint Abraham Lincoln 1863-ban Gettysburgben mondott beszéde, és Churchill vért, verejtéket és könnyeket ígérő 1940-es beszéde. Hadd idézek ebből a beszédből egyetlen szakaszt, amelyben Burke a kormánypolitikáért felelős férfiakhoz fordul. Amíg elég bölcsek vagytok, hogy országunk uralmát, mint a szabadság templomát őrizzétek, mint olyan templomot, amely közös hitünknek van szentelve, addig Anglia fiai bárhol tisztelik is a szabadságot, felétek fordulnak. Minél erősebben megszaporodnak ezek, annál több lesz a barátotok. Minél bensőségesebben szeretik majd a szabadságot, annál jobban hallgatnak majd rátok. Szolgaságot bárhol találhatnak. Ez olyan dudva, amely minden talajban megterem. Szolgaságot kaphatnak Spanyolországtól, és megkaphatják Poroszországtól is. De amíg belőletek nem vész ki minden érzék az igazi érdekeitek iránt és a természetes méltóságotok iránt, szabadságot nem találhatnak senki másnál, csak nálatok. Ha tehát megtagadjátok a gyarmatoktól a szabadságból őket joggal megillető részt, ezzel széttépítek az egyik és egyetlen köteléket, amely a birodalom összetartását indokolja. Edmund Burke a reformok élharcosa és a szabadság szószólója volt, és ezért különösen nagy meglepetést keltett azzal, hogy lánglelkű kiáltványt tett közé a francia forradalom ellen. A Reflections in the Revolution in France, töprengések a francia forradalomról 1790-ben jelent meg, tehát mielőtt még a forradalom terrorrá fajult volna. A szerző látnoki módon megsejti, mi következik majd be, vagyis a terror irányában való fejlődést. Végül, állapítja meg, elérkezik majd egy népszerű tábornoknak a diktatúrája, akinek a parancsnoki vénája fegyelmezi a katonákat, s aki a szuronyok uralma formájában helyreállítja a nyugalmat és a rendet. A töprengéseket nyomban lefordították más nyelvekre. Németországban 1791-ben jelent meg, tartós sikerre Friedrich Genz 1793-as ragyogó átültetése révén tett szert. A forradalomért és az ellene vívott szellemi harcban Burke egyik napról a másikra európai jelentőségű alakká vált. Írása sok követőre talált, de szenvedélyes vitairatokat is életre keltett. Von Steinbáro az 1807-es vereség után a poroszországi reformokat vezető miniszter, ezt írja Burke-ről. Ez a nagy formátumú, tapasztalt és nemes jelleménél fogva tiszteletre méltó államférfi erőteljesen és magával ragadó módon védelmezi a törvényes és vallási szabadság ügyét azokkal a metapolitikus újítókkal szemben, akik Franciaországot a pusztulásba vitték. Ezzel szemben Thomas Jefferson, az amerikai függetlenségi nyilatkozat szellemi atya, a csalódásnak és felháborodásnak ad hangot. A franciaországi forradalmon sokkal kevésbé rökönyödöm meg, mint Mr. Burke-én. Milyen borzalmas is, hogy szellemi romlottságának e bizonyítékai láttán kénytelenek vagyunk rosszindulatú indítékokat gyanítani korábbi cselekményeiben is, amelyekről azt hittük, hogy jellemszilárdság és hazafiság vezérelte őt bennük. Egy harmadik álláspontot képviselt Churchill, amikor a csodálat hangján ezt írta. Burke gondolatai a jelenkori elégedetlenkedés okairól, on present discontents, olyan írásai és beszédei, mint az American Taxation, az amerikaiak megadóztatásáról, az On Conciliation with the Colonies, a gyarmatokkal való megbékélésről, és az On the Affairs of America, amerikai ügyek, a liberális nézetek legnagyobb, legragyogóbb tárházát alkotják az egész angolul beszélő világban. A Letters on a Regicide Peace, levelek a királygyilkos békéről, és a Reflections on the Revolution in France, töprengések a francia forradalomról, örök időkre látták el a konzervatívokat ellenfegyverek hatalmas készletével. Egyfelől a szabadság kiváló apostolának mutatkozik, másfelől a tekintély kérlelhetetlen élharcosának. Szánalmas és gyalázatos dolog, amikor ezt a jeles férfiút politikai következetlenséggel vádolják. A történelem könnyűszerrel felismeri azokat az okokat és erőket, amelyek vezérelték, a problémáknak azt az átalakító változását, amelyel szembesült, és amely az ő mindenkor őszinte szelleme számára ezeket az egymással szöges ellentétben álló állásfoglalásokat szükségszerűvé tette. Lelke berzenkedett a zsarnokság ellen, függetlenül attól, hogy az egy hatalomvágyó uralkodónak és korrupt udvari és parlamenti rendszernek az alakjában jelentkezik-e, avagy egy nem létező szabadság jelszavait harsogó, brutális csőcseléknek és elvetemült szektának a diktatúrájaként. Senki sem olvashatja a szabadság Burke-jét és a tekintély Burke-jét úgy, hogy ne érezze. Itt ugyanaz az ember ugyanazokat a célokat követi, ugyanazokra a társadalmi és kormányzati eszményekre törekszik, és ezeket védelmezi. Olyan támadásokkal szemben, amelyek előbb az egyik, majd a másik oldalról érik őket. Itt persze aféle tükörszöveggel van dolgunk. A példaképben felismerhető az önarckép, hiszen a politikai következetlenség vágya Churchillt is érte. Például amikor, mint kereskedelmi miniszter és szociál reformer, a békét biztosítottnak látta, és a fegyverkezési kiadások csökkentését szorgalmazta. De aztán hamarosan az admiralitás első lordjaként azok növeléséért szállt síkra, és a fenyegető háború képét festette a falra. Pártváltásáról már nem is szólva. Ám mindenek előtt a mester és a tanítvány viszonyáról van itt szó. Churchill Edmund Burke-nél megtudja, mit jelent egy modern forradalom. Elsősorban nem gyakorlati reformokról, visszaélések leállításáról, vagy az alkotmány korrigálásáról van szó, hanem elvek vezérelte átalakításról. A Franciaországban jelenleg zajló forradalom vajmi kevéssé látszik hasonlítani azokhoz a forradalmakhoz, amelyek Európában politikai okokból következtek be. Ez a doktrina az elméleti dogma forradalma. Ezért sokkal inkább vallási okokból végbemenő átalakításokra emlékeztet, amelyekben a térítési buzgalom döntő szerepet játszott. Így módon a harc óhatatlanul keresztes hadjárat jellegét ölti, ez voltaképpen vallásháború. Csak hogy éppenséggel nem vallási kérdésekről van szó, hanem politikáról és társadalomról. Egy olyan korszak kezdődik, amelyben a forradalmárok éppen azért küzdenek olyan fanatikusan a hagyományos vallás ellen, és azért üldözik, mert annak az ideológusai maguk is kvázi vallási vonásokat öltenek, és a világi, üdvözítő és megváltó üzeneteket hirdetnek. Így aztán 1789-ben már nem az elnyomással szembeni ellenállás aktusairól van szó, mint 1688-ban Angliában és 1776-ban Amerikában, hanem valami újról, addig ismeretlenről. Mielőtt Franciaországban ez megtörtént volna, a történelemmel foglalkozó könyvekben egyetlen példát sem találni ilyen totális forradalomra. Az ellenperspektívában George Wilhelm Friedrich Hegel, a porosz államfilozófus ünnepelte a francia forradalmat. A gondolat, a jog fogalma egyszerre csak érvényesült, ennek pedig a jogtalanság régi épülete nem tudott ellenállni. A jog gondolatában tehát most egy alkotmány létesült, és erre az alapra akartak most felépíteni mindent. Amióta a nap az égbolton áll és a bolygók körülötte keringenek, nem lehetett látni, hogy az ember a fejére, azaz a gondolatra áll, és e szerint építi fel a valóságot. Ez tehát nagyszerű napfölkelte volt. Minden gondolkodó lény együtt ünnepelte ezt a korszakot. Fenséges meghatottság uralkodott abban az időben. A szellem entuziazmusa járta át a világot, mintha csak most történt volna meg az Isteninek igazi kibékélése a világgal. Persze, filozófusok, modern szóhasználattal értelmiségiek számára csábító lehet, vagy az elhivatottságról alkotott képükhöz hozzátartozhat, hogy gyakorolják a fejenállást, és agyrémekből tervezik a világot, amelyennek lennie kellene. Csak hogy éppen ez a baj, válaszolja nekik Burke. Aki az istenit összekeveri az evilági ügyekkel, mindkettő szétrombolja. És voltaképpen milyen jogról van szó? Ami erre a névre rászolgál, az konkrét. A jog védi az emberi viszonyoknak egy rendjét, és rendez konfliktusokat, hogy békét teremtsen ahelyett, hogy szabadjára engedni az erőszakot. A forradalom evilági boldogságot óhajt kierőszakolni, és ezzel aláveti a nyugati civilizációnak azt az alapvető meggyőződését, amely a kereszténységből fakad, hogy ezen a világon emberi erőből semmiféle megváltás nem lehetséges, és hogy a paradicsom kapui örökre zárva maradnak. Ennek megfelelően a forradalom elveti a mindenkor bűnös, öreg Ádámra vonatkozó elképzelést. Meg akarja teremteni az új embert, aki beleillik az ideális társadalomról alkotott elképzelésbe. Ehhez az öreg embert a prokrusztész ágyba kell belepréselnie, vagy ha ez nem segít, egyszerűen le kell ütnie a fejét. A kényszernevelés, az erőszak és az üldözés hozzátartozik a dologhoz. Ezzel szemben Burke már jóval a forradalom előtt maró gúnnyal megegyezte. Az antikkor valamennyi hőse közül Prokrusztész sohasem lesz számomra egy törvényhozónak a mintaképe. Egyfajta ördögi kör alakul ki, az idealizmus és az erőszak kölcsönhatása. Ahogy az inkvizíció hitpuzgalma mágjára hurcolta és megégette az eretnekeket, úgy a forradalmi buzgalom üldözi az öreg Ádámot, hogy megteremtse az új embert és vele együtt egy jobb világot. Ilyen értelemben Dosztojevszkij az oroszországi eseményeket messze megelőzve a Karamazov testvérekben elbeszélte a fő inkvizitor sötét történetét. Aldous Huxley pedig ezt mondta. Elvekben való gondolkodásból gépfegyverekkel való cselekvés következik. Az a kormány, amely általános tervvel akarja megjavítani a társadalmat, a kínzókamrák kormánya. Ellenben, ha nem törődünk az elvekkel, és nincs tervünk, hanem minden adott helyzettel egyenként foglalkozunk, megengedhetjük magunknak, hogy rendőreink fegyvertelenül járjanak. Legyen szólásszabadság és személyes szabadság. Vagy Jules Monnerot szavaival élve, ahhoz, hogy valaki a béke közepette mentséget találjon háborús cselekményekre, rendőrségi kínzásokra és a rabszolgaság újbóli megjelenésére, legalább annyit meg kell tennie, hogy a paradicsom eljövetelét ígéri. Így módon közvetlen kapcsolat jön létre a boldogság bizonyossága és az emberi gyarlóság között. Burke alkalmasabb koronatanút nem is találhatott volna, mint Maximilian Robespierre-t, aki 1794-ben, tehát 4 évvel a töprengések a francia forradalomról megjelenése után, a Nemzeti Konvent előtt mondott beszédében vázolta programját. Mi országunkban az önzést az erkölcsel akarjuk helyettesíteni, a nemesi becsületet a polgári tisztességgel, a szokásokat az elvekkel, az illendőséget a kötelességgel, a divat zsarnokságát az értelem uralmával, a szerencsétlenség megvetését a bűn megvetésével, a pökhendiséget a büszkeséggel, a pénzvágyat a dicsőség szeretetével, a jó társaságot jó emberekkel. Egy szóval az a célunk, hogy teljesítsük a természet parancsát, beteljesítsük az emberiség sorsát, valóra váltsuk a filozófia ígéretét, s feloldozzuk a gondviselést a bűn meg a zsarnokság hosszú uralmának nyűge alól. Az erényért vívott harcból következik a terror iránti elkötelezettség. Mert ha a népi kormányzat erejét békében az erény teszi, akkor a forradalom idején a kormányzat erejét egyszerre alkotja az erény és a terror. Az erény, amely nélkül a terror végzetes, a terror, amely nélkül az erény tehetetlen. A terror nem egyéb, mint a gyors, szigorú, hajthatatlan igazságszolgáltatás, és nem is külön elv, inkább a demokrácia általános elvének következménye, a haza legsürgetőbb szükségleteire alkalmazva. Churchill nem írt töprengéseket az orosz forradalomról, noha mindig szorgalmas szerző volt. Nem kellett ilyeneket írnia, mert Edmund Burke elmondott már mindent, ami a dologról elmondható. Mégpedig úgy, hogy azt nemigen lehet felülmúlni. Ráadásul Burke a háborút hirdette, és Levelek egy királygyilkos békéről című írásában ostorozta azt a törékeny megállapodást, amelybe Európa konzervatív hatalmai a forradalmi Franciaországgal szemben belementek. Churchillnek a Lenin, Trotsky és az általuk teremtett parancsuralom elleni kirohanásai ehhez képest alig érdemelnek figyelmet, pedig élességüket tekintve párjukat ritkítják. Szinte az enyhébb műfajhoz tartozik az alábbi rajz, amelyet Leninről vázolt fel. Esze káprázatos volt, alkalmanként alig felülmúlható. Emberek által ritkán elérhető képességgel rendelkezett az egésznek a megragadására. Bátyja kivégzése ezt a széles és ragyogó fénysugarat egy prizmára vetítette, és ez a prizma vörösen tükrözte. Célja a világ megváltása volt, módszere az, hogy a levegőbe röpítse. Szilárd elveket követett, de kész volt feladni ezeket, amikor a szükség úgy kívánta. Épp annyi tehetsége volt a tanuláshoz, mint a gyilkoláshoz. Utolsó ítélet hátsó gondolatokkal, zsarnok és emberbarát. Lenin bosszúja személytelen. Amikor egy bizonyos személy megölletésére kényszerült, viszolygott, vagy akár gyötrődött is, de emberek millióit, egész társadalmi osztályokat halállistára tenni, minden országban lángra lobbantani a polgárháborút, amelynek elkerülhetetlen velejárója egész nemzetek jólétének a pusztulása, ez teljesen absztrakt ügy volt számára. Churchill haragja természetesen lesújtott a nyugati utitársakra is, értelmiségiekre, művészekre és írókra, akik lelkesedtek a távoli szovjet paradicsomért, melyet nem ismertek. Jó példa erre George Bernard Shawról írt esszéje. Shaw meghívást kapott a Szovjetunióba. Ott rajongva ünnepelték, és elárasztották mindazzal a luxussal, amelyet csak egy parancsuralom képes a vendégeinek nyújtani, miközben körös körül tombol a nyomor. Hasonlóan rajongással nyilatkozott aztán Shaw is a Szovjetunióról. Churchill viszont ezt írta. Itt van egy rendszer, amely egyetlen szobában zsúfol össze 5-6 embert, akiknek a bére a vásárló erejét tekintve alig éri el a brit, akkoriban igen alacsony, munkanélküli segélyt. Egy ország, amelyben az élet bizonytalan, a szabadság pedig ismeretlen. Itt van egy állam, amely 3 millió polgárát számüzetésbe küldte, és otthagyja szenvedni. Egy állam, amelynek szellemi felső rétegét módszeresen kiirtották, és amelyben csaknem 500 000 embert rabszolgává alacsonyítottak le, hogy a sarköri éjszakában rohadjon el vagy fagyjon meg. Erdőben, bányában, kőfejtőben halálra sínylődjön, csupán azért, mert megengedte magának a gondolkodásnak azt a szabadságát, amely az embert az állat fölé emeli. Tisztességes, jószívű brit férfiak és nők nem mehetnek el olyan könnyedén a valóság mellett, mint Shaw, egyetlen szóval sem adva hangot őszinte felháborodásuknak, ez szándékosan és érzéketlenül okozott szenvedések láttán. Lebecsüli Churchillt, aki csak a buzgó ellenforradalmát látja benne, vagy a régi felső réteg örökösét, akinél a bukástól való félelem agresszióba csapát. Edmund Burke volt a mestere, és megmutatta neki, hogy sokkal többről volt szó, mint hatalmi viszonyok olyan változásáról, amilyen a történelemben 1000 szám fordul elő. Önkény vagy jog, erőszak és leigázás vagy szabadság. Ez volt az alternatíva. Ennek a történelmi példából merített és egy jelentős angol parlamenti tag által közvetített felismerésnek a révén, aztán Churchill a kortársainál mélyebbre is látott, amikor Közép-Európában feltűnt a parancsuralom másik formája, de most még nem erről van szó. Írország és India. A francia forradalom következményei közé tartozott a nacionalizmus Európában és világszerte megindult diadalmenete. Amikor a király rendeletére Párizsban összegyűltek a francia rendek, a nemesség, a papság és a polgárság képviselőinek külön-külön kellett volna tanácskozniuk és szavazniuk, ahogy ez megfelelt az ősi felosztásnak. Az első forradalmi aktus az volt, hogy a harmadik, a polgári rend képviselői 1789. június 17-én nemzetgyűlésnek nyilvánították magukat, és 3 nappal később a második, papi rendből átpártoltakkal együtt megfogadták, hogy nem szélednek szét, míg az országnak új alkotmányt nem adtak. Szabadság, egyenlőség, testvériség hangzott a gyújtójelszó, és hogy ez gyakorlatilag mit jelentett, az megmutatkozott a nemzetként való önmeghatározásban. A szabadság ettől fogva nem volt kiváltság többé, hanem valamennyi franciának az elidegeníthetetlen joga. Az egyenlőség polgárként elfoglalt helyzetüket jelölte, a testvériség a nemzet sorsközösségét. Szigorúan véve 1789 előtt nemzet nem is létezett, csak egy abszolútista állam, amelyet a király testesített meg. A király mellett vagy alatt a rendek előjogok szerint szigorúan külön választva a saját életüket élték. A következő jelszó szerint: mindenki magáért, Isten mindenkiért. Immár azonban az egy és oszthatatlan nemzet vált az új világi szentséggé. A forradalom fiai és katonái tarisznyájukban végigcipelték Európán 1789 eszméit, persze nem várt hatással. Mert minél messzebbre jutottak el győzelmes meneteik, Európa minél több részét ragadta magához vagy vonta fennhatósága alá Franciaország, annál hevesebben ütött vissza a hódítókra az egyszer már felébresztett várakozás. A német nacionalizmust például így ébresztette fel Franciaország, és fordította maga ellen. És ez a napóleoni uralom elleni 1813-as felkelésben érte el az első tetőpontját. Az 1815-ben győzelmet arató konzervatív hatalmak nagyon pontosan tudták, milyen történelmi robbanóanyaggal van dolguk, és minden lehető eszközzel próbálták hatástalanítani, de hasztalan. A 19. század nagy politikai mozgalmait és forradalmait, akárcsak az 1848-asokat, nacionalista erők hajtották végre, vagy legalábbis döntő szerepet játszottak bennük. Ezek az erők vívták ki Németország és Olaszország egyesítését. Ezek ásták alá a Habsburgok tiszteletre méltó, nemzetek fölött álló Dunai monarchiáját, és végül szét is rombolták. Erősítették a lengyelek szabadságvágyát, amelyet megalapozott már a protestáns Poroszországgal és az ortodox Oroszországgal való felekezeti ellentét. Megrendítették a török fennhatóságot a Balkánon. Átcsaptak Latin-Amerikába, és előmozdították a gyarmatok felkelését Spanyolország és Portugália ellen. Sorsdöntő problémák rajzolódtak ki. Mert mi történjen, mi történhet, ha a népek egymással és egymás ellenében széttagolt birtokokká állnak össze? Nagy-Britannia különösen kényes helyzetbe került. Alapjában véve már rég nemzetállam volt, és a parlament alakjában olyan politikai intézménnyel rendelkezett, amelynek a választójogban rejlő bázisát csak ki kellett szélesíteni, hogy a szószoros értelmében népképviseletté váljék. A 19. századi és a 20. század eleji reform lépésekben ez meg is történt. De mi volt a helyzet Skóciával és Walesszel? Mi volt a helyzet mindenekelőtt Írországgal, ahol a katolikus vallás alig leküzdhető akadályt jelentett az összehangolódás útjában? Vagy mi volt a helyzet a gyarmatbirodalommal? Mi volt a helyzet a korona égkövével, Indiával? Azzal, hogy Benjamin Disraeli Viktória királynőt India császárnőjévé koronázta, ami annak nagyon is ínyére volt, alig ha rendeződött az ügy. Fokozatosan kialakult egy modern felső réteg, amely Oxfordba és Cambridgebe, vagy Londonba küldte fiait tanulni. Onnan ezek az emberek felvilágosodva tértek vissza, vagyis azokkal az európai eszmékkel átítatva, amelyek éle eszmei atyáik ellen fordult, ahogy ez a napóleoni időkben a francia eszményekkel is történt Németországban. Az ír kérdés hosszú ideig a brit politika központi témája volt. Biztosítsák-e az íreknek az önrendelkezést, a home rule-t, a saját ügyeikben, avagy se? És ha igen, vajon milyen mértékben? Ez volt az a fatális kérdés, amely a pártokat foglalkoztatta és még meg is osztatta. A megszokott viszonyokat az ír képviselők is összezavarták, amint erről egyszer már szó esett. Mindennek tetejébe ott volt még külön az északír kérdés is. Ulsteré, a Belfast körüli vidéki, amelynek protestáns lakossága elkeseredve és erőszakosan szembeszegült minden nemű elszakadási kísérlettel, ahogy ezt ma is teszi. William Gladstone, aki a 19. században alighanem a liberálisok legkiemelkedőbb vezetője volt, 1886-ban az alsóházban előterjesztett egy törvényt az ír önkormányzatról, s minden szónoki művészetét latba vetette, hogy ezt elfogadtassa. Írország, mondta a képviselőknek, várakozással telve, reménykedve, szinte könyörögve áll az önök ítélőszéke előtt. Szavai az igazságnak és a józanságnak a szavai. A múlt jótékony feledéséért esedezik, s ez a feledés nekünk még inkább érdekünk, mint nekik. Gondolják meg, könyörgöm, gondolják meg jól, gondolják meg okosan. Ne csupán az adott pillanatra gondoljanak, hanem az eljövendő évekre is, mielőtt az indítványt elvetnék. Semmi sem segített. A törvényt végül a felsőház minden tekintetben megsemmisítő többséggel, 419 szavazattal, 41 ellenében elvetette. Gladstone második és utolsó kísérlete 1893-ban ugyancsak kudarccal végződött. Az ír kérdést megoldatlanul hurcolták tovább az első világháborúig, és azon túl is. Míg végül nem is nyílt már lehetőség arra, ami negyed századdal korábban még alighanem megbékéléshez és megegyezéshez vezethetett volna. Akaratlanul is eszünkbe jut ezzel kapcsolatban a reformer Edmund Burke, aki több mint egy évszázaddal Gladstone előtt ezt mondta az alsóházban. A legkomolyabban szeretném arra kérni a kormányt, fontolja meg az időben végrehajtott reformok bölcs voltát. Ideje korán végrehajtott reformok barátok közötti megegyezéssel érnek fel. Elkésett reformok viszont olyan feltételeket teremtenek, amilyeneket egy leigázott ellenségre szokás ráerőszakolni. Ideje korán végrehajtott reformok nyugodt légkörben mennek végbe. Elkésettek az általános izgatottság légkörében. Amikor idáig fajul a dolog, egy nép már nem talál semmi tiszteletre méltót a kormányában. Őrjöngő, vad tömeggé züllik, amelynek szándéka már nem a javítás, hanem kizárólag a rombolás. De kitörődik ezzel a bölcsességgel. A legtöbb ember mereven ragaszkodik a tévedéseihez, amíg késő nem lesz. A közvélemény szószólói és a politikusok pedig még inkább ezt teszik. 1919. januárjában Dublinban összeült egy nemzetgyűlés. Kikiáltotta az ír függetlenséget, és a köztársaság elnökévé Éamon de Valerát választották meg, akit az 1916-os felkelésben való részvétele miatt halálra ítéltek és számüzetésben élt. Nagy-Britannia elvetette ezt a függetlenségi nyilatkozatot, véres helyi háború robbant ki. Ezek után 1920 végén az alsóház nagy nehezen rászánta magát egy Home Rule törvényre, ám a 6 északi grófságot leválasztotta, és ezeknek saját parlamentet biztosított. Ez újra felháborította az íreket. 1921-ben aztán megindultak a tárgyalások, amelyek végül megegyezéshez vezettek. Churchill Lloyd George oldalán részt vett a tárgyalásokon, és ezeket drámaiaknak írta le. Alighanem a valóságnak megfelelően. Az ír küldöttség egyik vezetője Arthur Griffiths volt, Churchill leírása szerint egy csendes ír ritka példánya. De hallgassuk meg Churchillt. Egy nap azt mondtam Mr. Griffithsnek, a legjobban annak örültem volna, ha annyira leverjük önöket, hogy ehhez már nem fér semmi kétség. Aztán jó szántunkból megadjuk mindazt, amiről most szó van. Én megértem ezt, felelte ő. de vajon megértenék-e a honfitársai is? Nem tudom, írja Churchill, majd egyik kedvenc témáját veszi elő. Figyelemre méltó, milyen ritkán voltak képesek győztesek a történelem során arra, hogy megleljék azokat a teljesen eltérő módszereket és szemléletmódokat, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy nagyvonalúsággal megőrizzék azt, amit a harcban nyertek. A győzelem órájában a politikust még elvakítja a harc szenvedélye. Márpedig a harcnak vége, és csak az önmagával vívandó harc marad meg neki. És ez a harc a legnehezebb. Ezért jut a világ olyan lassan és vontatottan előre, sok visszaéléssel és a valóban államférfiúi megoldásokat, amelyek nagy ritkán és mindig csak keservesen adatnak meg, szinte mindig elrontják. Az emberi természet két egymással ellentétes oldalára van egyszerre szükség. Aki kivívja a győzelmet, nem biztosítja a békét. Aki a békét megteremti, sohasem nyerte meg a háborút. Nem volt elég alkalmunk Európában ezt nagy mértékekben megtapasztalni? Churchill minden esetre felfedezi a bölcsesség néhány példáját, például Bismarck viselkedését, amelyet az Ausztria fölött Königgrätznél aratott porosz győzelem után tanúsított, vagy Franciaország viselkedését az 1815-ös bécsi kongresszuson. Aztán ott van Dél-Afrika, ahol a győzelmet nyomban a legnagyobb politikai engedmények követték, máig ható szerencsés következményekkel. Ez a kiegyezés a búrokkal, amelyben magam is olyan intenzíven vettem részt, vigasz forrása és jó sugallat volt számomra az ír kérdésben. Ez önmagában véve persze még nem volt elegendő. Az ír tárgyalófelek a saját országuk radikálisainak a nyomása alatt álltak, akik mindent akartak vagy semmit. Vagy a teljes függetlenséget, vagy az egyre terebélyesedő háborút. Lloyd George végül ultimátumot adott nekik, és Churchill ezt a drámai eseményt is igen plastikusan írja le. Az írek flegmán lenyelték az ultimátumot. Aztán Mr. Griffiths a maga szelíd hangján és szerény modorában kijelentette. Az ír küldöttség válaszát ma este 9 órakor közlöm, de előre bocsáthatom, miniszterelnök úr, hogy a magam részéről alá fogom írni ezt az egyezményt, és elfogadásra fogom ajánlani honfitársaimnak. Ez azt jelenti, Mr. Griffiths, kérdezte Lloyd George, hogy ha a többiek mind ellenkeznek is, ön mégis alá fogja írni? Igen, ezt, felelte a nagyszívű és magasztos célokat követő kisember. Michael Collins, az ír küldöttség egy másik tagja felállt, és úgy festett, mintha valakit le akarna lőni, a legszívesebben talán önmagát. Egész életemben sohasem láttam még ennyi felgyülemlett szenvedélyt és gyötrelmet. Végül a történelem keserű ítélete mégis az lett, hogy késő. Arthur Griffiths már 1922-ben meghalt, és Michael Collins nem maga lőtte főbe magát, hanem lelőtték. Egyre inkább de Valera lett a meghatározó figura. A britek hajthatatlan ellenségeként lépésről lépésre keresztül vitte, hogy Írország teljesen független köztársasággá vált, és felbontott minden kapcsolatot a nemzetközösséggel, a Commonwealth-szel. Nagy-Britannia hallgatólagosan tudomásul vette a megkötött szerződések felrúgását. Emellett de Valera alighanem jobban örült volna, ha a II. Világháborúban a németek győznek. Minden esetre 1945. májusában Dublinban a német nagykövetnek kifejezte részvétét Hitler halála miatt. 1921. új év napján Lloyd George felajánlja Churchillnek a gyarmatügyi tárcát, és az a kormány bukásáig, 1922. októberéig ezt be is tölti. Churchill ezzel bizonyos értelemben visszatért a kiindulóponthoz. 1906-ban éppen mint gyarmatügyi államtitkár kezdte politikai pályafutását. A miniszter tekintete hamarosan India felé fordult. Ott nem sokkal korábban, 1920-ban Gandhi azzal kezdte, hogy polgári elégedetlenséggel és erőszakmentes ellenállással egy mozgalmat szervezett a brit uralom ellen. Persze ellenállási törekvések és függetlenségi vágyak voltak sokkal korábban is. Már 1885-ben megalakult a minimumként nagyobb önkormányzatot követelő indiai nemzeti kongresszus, nem is szólva az 1857-es nagy felkelésről. Ám Gandhi fellépésével az indiai szabadságharc új minőségre tett szert, az erőszakmentességgel pedig támadhatatlan morális tekintélyre. Gandhi megkísérelte a gyarmati hatalmat gazdaságilag is sújtani. A brit áruk bojkottálására szólított fel, s a rokkához való visszatérése jóval többet jelentett, mint visszaesést az ősi állapotokba. A rokka jelképpé vált. A modern textilipar kifejlesztésével Nagy-Britannia tönkretett egy hajdan virágzó kézművesipart. Mit lehetett tenni? Churchill szabályával, mármint azzal, hogy először keménységet mutatnak és aztán nagyvonalúságot tanúsítanak, itt nemigen lehetett bármit is kezdeni. Gandhit 1922. márciusában letartóztatták és 6 évi börtönbüntetésre ítélték, mert egyik híve, az ő akarata ellenére, zavargásokat robbantott ki. A függetlenségi mozgalom ezáltal csak tovább erősödött, mert most már egy mártírja is volt, és azt a Mahatma címmel illette, amely Indiában isteneket vagy nagy lélekkel bíró embereket illet meg. 1924. decemberében Gandhit megrendült egészségi állapotára való tekintettel a büntetés lejárata előtt szabadon bocsátották. Churchill a keménység mellett döntött. Indiát, a brit birodalom kincsét, a korona ékességét semmiképpen sem óhajtotta feláldozni. Ebben a szellemben munkálkodott minden szenvedélyével, még akkor is, amikor miniszteri hivatalát elveszítette, vagy akkor talán még jobban. Valóságos keresztes hadjáratot folytatott. Tombolva kikelt mindenki ellen, aki engedékenységre hajlott, elkeseredett újságcikkeket írt, gyújtó beszédeket mondott, még az obskurusnak mondható Indian Empire Society-hez. Nyugalmazott ezredesek és gyarmati tisztviselők otthonához is csatlakozott, ahol a klubtermekben azon morgolódtak, hogy a világ már nem olyan, amilyennek lennie kellene. 1930. december 11-én a Society tisztelt tagjaihoz intézett beszédében ezt mondta: a brit, India fölötti ellenőrzés megszüntetése vagy a hinduk zsarnokságát jelenti majd, vagy azoknak a szörnyű belháborúknak a visszatérését, amelyektől az indiai tömegek évszázadokon át szenvedtek, míg Kalkuttában fel nem húzták az angol lobogót. Más szavakkal, a fehér embernek továbbra is vállalnia kell a reá háruló terheket, hogy megmentse a civilizáció vívmányait és megóvja a békét. Ha ez nem sikerül, az egyes egyedül a kellő akaraterő és önbizalom nyilvánvaló hiányának tudható be, amelynek Nagy-Britannia képviselői tanúbizonyságát adták. A meglehetősen gyorsan váltakozó kormányok közben tétováztak és igyekeztek időt nyerni, ám lassan egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy készek engedni. Churchill elveszítette a hadjáratát. Még Duff Cooper is, aki sok tekintetben közel állt hozzá, végül megjegyezte. Különös, mennyire nem fogta fel, hogy a játéknak vége. Attól tartok, ugyanúgy folytatja majd az intrikálást és a szónoklást, ahogy az anyósom makacsul kenceficéli az arcát és parókát hord. Még epésebben kommentálja Leo Amery azokat a könyörgő beszédeket, amelyeket Churchill képviselő 1935. júniusában egy indiai Home Rule ellen mondott. Ezzel véget is értek Jeremiás síralmai. Nyomban ezután 382 szavazatos többséggel, 122 szavazat ellenében megszavazták azt a törvényt, amely az indiaiaknak legalábbis tartományi szinten önkormányzatot biztosított. Miképpen ítéljük meg Churchillnek az Indiával kapcsolatos állásfoglalását? Egy pontban mindenképpen reálisan ítélte meg a helyzetet. Ha valaki egyszer elindul a tárgyalások és az engedmények útján, akkor már nincs megállás. Akkor ezt a keserű befejezésig, a függetlenség megadásáig, tehát a gyarmati birtok elvesztéséig végig kell járnia. Az indiaiak ugyanis az önkormányzat megadása felé tett első lépést bátorításnak fognák fel, és követelnék utána a második lépést. Talán nem mutatta meg az ír példa is, hová vezet ez elkerülhetetlenül. Azok közül a képviselők közül, akik 1935-ben megszavazták az India törvényt, sokan illúziókban ingatták magukat, amikor azt hitték, hogy ennél a közbülső állomásnál megállhatnak. Churchill jobban tudta ezt. India 12 évvel később, 1947-ben csak ugyan elnyerte függetlenségét. Nem azért, mert ezt így akarták azok, akik megadták, hanem mert nem volt már más választásuk. Ennek következményei közé tartozott az, hogy a szubkontinenst felosztották a hindu India és a muzulmán Pakisztán között. És hogy e körül véres polgárháború és háború robbant ki, amely százezreknek az életébe került, és milliókat űzött el otthonából. Mahatma Gandhi is áldozatul esett az erőszaknak. Ám sok kérdés vetődik fel. Lehetette volna egyáltalán feltartóztatni a nacionalizmus világméretű diadalmenetét? Megpróbálkoztak ezzel sokan, kezdve Metternich hercegtől, aki 1815 után Európa kormányosa lett, és valamennyien kudarcot vallottak. Ezzel szemben Bismarck zseniális húzása éppen abban állt, hogy a német nemzeti mozgalmat nem bénította le az önmegsemmisítésig, hanem a saját konzervatív céljainak a szolgálatába állította. Vagy miképpen hagyhatta volna Churchill figyelmen kívül tanítómesterének, Burke-nek a bölcsességét, miszerint idejében végrehajtott reformok hatalommal bíró barátok közötti egyességet hoznak létre. Az elkésettek viszont olyan dühöt engednek szabadjára, amely már csak rombolni akar? Nem szolgáltat-e példát erre a dekolonizáció története is? Mindent egybevetve, Nagy-Britannia a tárgyalás és az engedmények politikájával idejében és kétségtelenül méltósággal vált meg gyarmati birtokától, nem úgy, mint Franciaország vagy Portugália, amelyek Vietnámban és Algériában, Angolában vagy Mozambikban költséges és végül mégis reményteleneknek bizonyuló háborúkba bocsátkoztak. Churchill szemléletmódjának egyik magyarázata az lehet, hogy az emberben igen mély nyomokat hagynak az ifjúkori hatások. Talán egész életére megmarad benne valami a fiatal huszárhadnagyból, aki Bangalore-ban pólózott, olvasott, szerelmes lett, és a Malakand Field Force-nál találkozott a kalanddal, amelyet keresett. Talán azért nem látta olyan avidtaknak és porosaknak az Indian Empire Society megőszült gyarmati tisztjeit és tisztviselőit, mint mások. Sokszor megpróbálkoztak egy másik, az előbbihez igen közel álló magyarázattal is. Churchill úgymond voltaképpen a 19. század embere volt. A birodalom fénykorában a Disraeli által Viktória királynő számára kitalált császári korona fényében cseperedett fel. Történelmi méretekben gondolkodott abban az értelemben, hogy a britek missziója ebben a világban a béke megóvása és a civilizáció terjesztése, és ettől a szemléletmódtól nem bírt szabadulni. Visszapillantva, újra meg újra találni erre bizonyítékokat. Például haditengerészeti miniszterként Churchill 1913. évi költségvetési beszédében arról szónokolt, hogy Nagy-Britannia 300 esztendő alatt sohasem élt vissza a tengeri hatalmával, hanem azt mindig olyan általános érdekek szolgálatába állította, mint a rabszolgasság letörése, a tengerek felmérése, a világkereskedelem szabadsága, a függetlenségükért harcoló kis nemzetek vagy ifjabb népek támogatása. És mivel mindez igaz, joggal állíthatjuk, hogy a tengeri uralom Nagy-Britannia számára létkérdés, egyúttal pedig az emberiség közös kincsének egy része. Az 1914. évi német haditengerészeti zsebkönyv idézi ezt, és gúnyosan megjegyzi. Hát, igazán különös, hogy a többi nemzet közül eddig még egy sem győződött meg erről, és egy sem hálás az emberiség közös kincséért, amelyet oly nagylelkűen felkínálnak. Jótett helyébe jót ne várj! Mit szól ehhez a francia, a spanyol, a holland és a dán tengeri hatalom története? Könnyű gúnyolódni. Érdemes azonban egy másik szempontból is elgondolkodni Churchill régimódi vagy naív felfogásán. Éppen ez segítette ugyanis később abban, hogy a hitleri diktatúra elleni brit harcot missziónak fogja fel, és akkor ez valóban az is volt. egyébként a 19. század vége felé nem csak Nagy-Britanniában, hanem egész Európában is azt hitték, hogy a világ közepét alkotják. A világtörténelem európai történelem volt, így aztán a nacionalizmus diadalmenete is európai mozgalom volt, amely a kontinens határainál természetszerűen véget is ért. Afrikához vagy Ázsiához nem volt semmi köze. Annál fontosabb volt a gyarmati birtok, s annál tartósabbá kívánták ezt tenni. Ez látszott a hatalom és a jólét alapjának, ezért igyekeztek lélek szakadva és nagy buzgalommal még biztosítani maguknak egy részt belőle, az olyan elkésett nemzetek, mint Belgium, Németország és Olaszország. Pekingben van egy templom, az Ég oltára, amely a középső birodalom hagyományai szerint a világ közepét jelzi. Ma szívesen látogatják a turisták, hogy a családi fotóalbum számára ott fényképeztessék le magukat. De mi lesz így az európaiaknak azzal a hajdani meggyőződésével, hogy ők alkotják a világ közepét? Ez a meggyőződés, amely a gyarmati birodalmak jelentőségébe és tartós voltába vetett hithez kapcsolódott, a 19. századból átnyúlt a 20. századba. Csak a világháborúk időszaka rombolta szét. Utólag persze könnyű okosnak lenni. Ám mielőtt pálcát törnénk egy olyan férfiú fölött, mint Churchill, látnunk kell, hogy korának a képviselője volt, és hogy illúzióiban osztozott nagy és dédszüleinkkel. Egyébként ezekhez az illúziókhoz tartozott az is, hogy a gyarmati birtoknak köze van a nemzetek jólétéhez, avagy éppenséggel annak alapját alkotja. Az ellenkezője igaz. Portugália és Spanyolország, amelyek az újkor elején hatalmas gyarmatbirodalmat hódítottak, ezáltal semmiképpen sem váltak gazdagokká, hanem inkább elszegényedtek, és messze lemaradtak Európa modern fejlődésétől. Azok a kincsek, amelyeket a spanyol ezüstflották, királyi brit kalózoktól körüldongva hazahordtak, arra csábítottak, hogy a gyarmatokból járadékot húzók kényelmes életére rendezkedjenek be, ahelyett, hogy a saját teljesítő képességüket kibontakoztatnák. Ugyanakkor éppen a legmerészebb és vállalkozó szellemű emberek hagyták el hazájukat, hogy a gyarmatokon próbáljanak szerencsét. Nagy-Britannia nem a gyarmatoknak köszönheti, hogy a 19. század vezető hatalmává fejlődött, hanem annak a ténynek, hogy az ipari forradalom bölcsőjeként a világ műhelyévé vált, és világszerte mindenütt értékesítette a termékeit. Hasonló volt a helyzet Németországgal és az Egyesült Államokkal is, amikor a 19. század vége felé arra vették az irányt, hogy behozzák és túlszárnyalják Nagy-Britanniát. Nem holmi gyarmati birtok, hanem a saját találékonyságuk és teljesítőképességük játszotta ebben a döntő szerepet. Ezzel szemben Anglia viszonylagos lemaradásának csak ugyan volt némi köze a birodalomhoz, túlságosan is sok fiatal embernek kínált csábító posztokat, amelyek úri életre nevelték őket, nem pedig arra, hogy keményen dolgozó vállalkozókká vagy menedzserekké váljanak. Az európai gyarmati illúzióknak ezt a vázlatos leírását hosszan lehetne még folytatni. Így utólag ezek az illúziók már alig érthetők. Márpedig ezek egy teljes korszaknak az illúziói voltak. S ha Churchill túlszárnyalta kortársait, túlszárnyalta őket tévedéseiben is. A tékozló fiú hazatérése. 1922. októberében megbukott Lloyd George koalíciós kormánya. Éveken át olyan koalíciós kormány vezetett, amelyben a saját hívei csak kisebbséget alkotnak. Ám most csődöt mondtak a nagy varázsló mutatványai. Még hosszú ideig, egészen a II. Világháború végéig tekintélyes tagja maradt az alsóháznak, de soha többé nem lett miniszter vagy pláne miniszterelnök. Úri gesztussal, és hogy az idős embert megkímélje a háború befejeztével időszerűvé vált választási harctól, Churchill a hajdani utitársát 1945 elején az Earl Lloyd George of Dwyford rangjára emelte, és ezzel a felsőházba ültette. Ám az egyszerű családból származó nemes gróf 1945. március 26-án elhunyt. Churchill vele együtt eltemette a saját ifjúságát, és egy tisztelgő emlékbeszédet mondott. Maga Churchill az 1922. november 15-i választásokon elvesztette alsóházi mandátumát. A konzervatívok győztek. A munkáspárt pedig az ellenzék súlypontja lett, és messze túlszárnyalta a liberálisokat. Az ősrégi konzervatív-liberális kétpártrendszer felborult, és kezdetét vette egy nehéz átmeneti időszak, gyakran csak rövid ideig maradó kormányokkal. Némi áttekintés véget röviden vázolnám a többségi és kormányzati viszonyokat a II. Világháborúig. 22. novemberében Andrew Bonner Law alakított konzervatív kormányt, de 23. májusában lemondott, és Stanley Baldwin lépett a helyébe. Már 1923. decemberében megtartották a következő választásokat. Ezúttal a konzervatívok vesztettek, és Ramsay MacDonald lett a történelem első munkáspárti kormányának a miniszterelnöke, de mindössze néhány hónapra. Már 24. októberében újra az urnák elé járultak a választók, és ezúttal egyértelmű eredmény született. A konzervatívok 419 parlamenti helyet szereztek. A munkáspárt 151 képviselőt küldhetett az alsóházba, a liberálisoknak már csak 40 mandátum jutott. Baldwin megalakította a második kormányát, amely 1929-ig maradt hivatalban. 29. májusában ismét a munkáspárt győzött, és MacDonald vette át a kormányrudat. A valamivel később kitört világgazdasági válság 1931. augusztusában a kormány lemondásához vezetett. MacDonalddal az élen koalíciós kormány alakult, amelyben mind a három párt részt vett. Ebben a szocialisták egyfajta osztályárulást gyanítottak ugyan, és a munkáspárti képviselők többsége úgy döntött, hogy ellenzékbe megy. Az 1931. októberében megrendezett választások mindamellett megerősítették a koalíciót, és az 1935-ig maradt hivatalban. Elérkezett immár a konzervatívok nagy korszaka. Baldwin harmadszor is miniszterelnök lett. 1937. május 28-án röviddel a 70. születésnapja előtt korára való tekintettel lemondott, ezúttal kényszer nélkül, nagy tisztelettől övezve, és önmagával meg a világgal megbékélve. Utódja Neville Chamberlain lett. És mi történt közben Churchill-lel? 1922-ben egy vakbél műtét gátolta meg abban, hogy részt vegyen a választási harcban. 23-ban ilyen mentsége nem volt. Újra kihult a rostán, és csak az a keserű felismerés maradt meg neki, hogy még ő sem képes elegendő liberális választót összetoborozni. Nem néhány hétre vagy hónapra, hanem 2 teljes évre szakadt meg fájdalmasan a parlamenti pályafutása, és egyre világosabbá vált, hogy ha az addigi úton halad tovább, nincs is jövője. Ebből logikusan következett a frontváltás, a második az életében. Amikor 1924-ben Nyugat-Essex konzervatívjainak a vezetője, Harry Goshen megtudakolta nála, nem lenne kész a konzervatív pártnak, a vezetőinek és politikájának a képviselőjeként jelöltetni magát, kapva kapott az alkalmon, és kijelentette, hogy semmi nehézséget nem lát, ami a politikát illeti. És csak nem 10 000 szavazatos előnnyel győzött a liberális jelölttel szemben. Régi új pártbeli barátai közül sokan ezt inkább komoran, mint örömmel fogadták. Nem felejtették el neki, hogy 20 évvel korábban süllyedő hajójukról az ellenséges táborba szökött át, s ott még karriert is csinált. Az opportunizmus vágya nyomban felmerült, s még így utólag is nehezen szépíthető a viselkedése. Felhozható ugyan néhány érv a mentségére, és találhatók enyhítő körülmények is. Lélekben Churchill, akárcsak az apja, mindig tori demokrata volt, és az is maradt. Valószínűleg már korábban is visszatért volna oda, ahonnan elindult, ha Lloyd George varázs ereje nem gátolja meg ebben. Ám ez a kötelék most elszakadt. Emellett a liberális-konzervatív koalíció éveiben a frontok összemosódtak. Magát Lloyd George-ot egy világ választotta már el a háború előtti időkben elfoglalt baloldali liberális, mondhatni radikális álláspontjától. Mindenek előtt azonban Churchill már régen olyan ős konzervatív buzgalmat tanúsított, amelyben senki nem múlhatta fölül. Gondoljunk csak a bolsevikok elleni keresztes hadjáratra, amely a hazai baloldaliak elleni harcot is határozottan magába foglalta, és az Indiával kapcsolatos nézeteire. Opportunizmus ide vagy oda, a pártváltás végül mégiscsak következetes lépésnek bizonyult. Az igazi szenzáció csak a választások után következett be. Baldwin bevette Churchillt a kabinettjébe, mégpedig mint pénzügyminisztert. A hagyományos rangsorolás szerint ez a miniszterelnöki után a második legmagasabb poszt a kormányban. Akaratlanul is eszünkbe jut a tékozló fiú hazatérése, amelyet Lukács evangéliuma beszél el a 15. részben. Ez a fiú idegenbe megy, és eltékozolja mindenét. Amikor végül szakadtan és kiéhezve az apja elé lép, az megparancsolja szolgáinak: hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel reá, és hozzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk, és vígadjunk. Ez persze bosszantotta a másik fiút, aki mindig engedelmesen otthon maradt, és dühösen kérdőre vonta az apját. Ímé, annyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiát, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette fel a te vagyonodat, levágtad néki a hízott tulkot. Az apa erre ezt mondta neki: fiam, te mindenkor én vélem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett és megtaláltatott. A brit politikában mindamellett nem egészen ilyen bibliai módon mentek végbe a dolgok. Baldwin, aki remekül értett a taktikához, szerette a kényelmet és nyugalomra vágyott. Churchill, mint kiváló parlamenti szónok, az alsóházban hatalom volt, hasznos lehetett, de sok bosszúságot is okozhatott, ha a hátsó padsorokban unatkozik. Ha nem fordít kellő gondot rá, figyelmeztették a miniszterelnököt, egy fél éven belül egy tori csonka parlament élén áll majd. Ezért ajánlatosnak látszott a veszélyes embert a kormányon belül ellenőrzés alatt tartani. Churchill maga is meglepődött Baldwin ajánlatán. Sohasem hittem volna, hogy ilyen nagy megbecsülésnek örvendek nála. Egyúttal tudta, hogy a pénzügyekhez vajmi keveset ért. Ha most bedobnak a mély vízbe, vajon tudok-e úszni? Ezt a kérdést tette fel magának Baldwin is. Ha ez a ragyogó tehetség végül mégsem tud úszni és alámerül, annál jobb, akkor ő jó okkal, mint valami életmentő kihúzhatja, és azt tanácsolhatja neki, hogy a parton előbb fújja ki magát. Csak hogy Churchillnek sohasem voltak kisebb rendőrségi komplexusai, és ennél a váratlanul az ölébe hullott esélynél jobbat el sem tudott volna képzelni. Baldwin ajánlatára ezért azt felelte: ez tökéletesen megfelel törekvéseimnek. Még megvan a talár, amit apám pénzügyminiszterként viselt. Büszke leszek, hogy ezen a megtisztelő poszton teljesíthetek szolgálatot. És kiderült, hogy tud úszni. Churchill 5 évig volt pénzügyminiszter, hosszabb ideig, mint amennyit bármely más hivatalban töltött, a második világháború idején betöltött miniszterelnöki posztot leszámítva. Minden energiájával belevetette magát új feladatába, és elég bölcs volt ahhoz, hogy tisztviselői szakértelmére hagyatkozzon ott, ahol a saját ismeretei nem bizonyultak elégségeseknek. Ettől viszont mindig meglehetősen rossz volt a közérzete, zavarta a függés érzése. Egyik alkalommal a miniszter úr így nyilatkozott a tisztviselőiről. Jobban örülnék, ha a tengernagyok vagy tábornagyok lennének, akiknek a nyelvét értem. Ezek a fickók azonban egy idő után számomra kínai nyelven kezdenek beszélni, és ilyenkor úgy érzem, elvesztem. Boldoggá tehát nem tette Churchillt a pénzügyi tárca, ellentétben az admiralitással. Másfelől kihívásnak érezte, hogy más szakterületekbe is beleszólhat. Végtére is a pénzügyminiszter adja meg nekik, vagy tagadja meg tőlük a szükséges eszközöket. És éppen ez a megtagadás tartozik ebben a hivatalban a legfőbb erények közé. Népszerűségre tesz szert, aki takarékoskodik és csökkenti az adókat. A bosszúságok nem maradtak el. Churchill heves vitába keveredett például az admiralitással, amely új hajókat szeretett volna építeni, míg Churchill ezt fölöslegesnek tartotta, és nem volt hajlandó ehhez hozzájárulni. Ez a helyzet a háború előtti időkre emlékeztetett, amikor fiatal kereskedelmi miniszterként a tartós békéről ábrándozott, és a jóléti állam kiépítését fontosabbnak tartotta, mint egyre újabb, egyre költségesebb hadihajók építését. Ám nem sokkal ezután az admiralitás első lordjaként a falra festette a háború ördögét, és nem tudott elég hajót kapni. Most ismét elkapta a takarékoskodási láz, de nem volt már messze az az idő, amikor a kormányt, amelynek már nem volt tagja, drámai hangon mégis arra búzította, hogy sürgősen költsön többet fegyverkezésre. Valaki azt mondta róla, teljesen a jelenben él, s mindenkor annak a hivatalnak a színét veszi fel, amelyet éppen betölt. Bizonyos értelemben kötelessége ez minden tisztségviselőnek, épp úgy, mint a szakmai szempontokat figyelembe vevő koncentrálás az őt fenyegető veszélyekre. Churchill maga ezt mondta. Az ember a változó körülmények között csak úgy lehet mindenkor következetes, hogy a körülményekkel együtt maga is változik, és az egy domináló célhoz mégis mindig hű marad. Sokak, ha ugyan nem a legtöbbek számára, ez a domináló cél az érvényesülési létrán való felemelkedés, a gazdagság és a hatalom felé. Az új csatahajók és cirkálok körüli elkeseredett harc hónapokig elhúzódott. Olykor már úgy látszott, hogy kormányválságba torkollik. William Bridgman, az admiralitás első lordja, és Beatty tengernagy, a haditengerészet első lordja, vezérkari főnöke, lemondással fenyegetőzött. Churchill végül legalábbis részlegesen engedett, alighanem azért, mert megállapította, hogy a királyi haditengerészetnél égbe kiáltó az ínség. Ugyanakkor a konzervatívok pártjában és a konzervatív sajtóban is harsány vízhangra talált. Másfelől Churchillnek alighanem eszébe jutott az apja. Lord Randolph annak idején, mint pénzügyminiszter, azért mondott le, mert nem volt hajlandó kielégíteni a haditengerészet igényeit, és ez politikai öngyilkossággal ért fel. A brit pénzügyminiszter, a Chancellor of the Exchequer minden esztendőben a figyelem középpontjába kerül, amikor egy tavaszi napon régi módi aktatáskájában a parlamentbe viszi költségvetési előirányzatát, hogy bejelentse, milyen kiadásokat és milyen adóemeléseket vagy könnyítéseket tervez a kormány. Ez valóban fontos, de igen száraz ügy, amelyből nem igen lehet sokat kicsiholni. Ha csak nem Winston Churchill az, aki előterjeszti. Első költségvetési beszédével ugyanis a retorika valóságos tűzijátékát produkálta, ámulatba ejtve, sőt, fellelkesítve a képviselőket, legalábbis a kormány táborába tartozókat. Baldwin kelletlen csodálattal jelentette a királynak, hogy a minisztere a jelek szerint a megbízatásnak nagyszerűen megfelel. 2 óra 40 perces erőltetett menetben, ami Baldwin ízléséhez mérten azért kissé sok volt, az unalmas anyagot szellemes könnyedséggel és humorral fellazította, az özvegyek és anyák járadékára vonatkozó tervek kapcsán pedig meghatóan fennkölté tette. Bebizonyította, hogy nem csak mint parlamenti képviselő páratlanul tehetséges, hanem színészi képességekkel is megvan áldva. Bár nem tudhatni, hogy egy angol gentlemant illetően ez dicsérete avagy becsmérlés. De bárminek vesszük is, annyi tény, hogy ettől az ősbemutatótól kezdve a Westminster tekintélyes terme mindig zsúfolásig megtelt, amikor Churchill költségvetési beszédet mondott, mert senki sem szerette volna kihagyni ezt az előadást. A legfontosabb döntés, amely Churchill hivatali idejére esett, 1925. szeptemberében a font sterling stabilizálása volt, oly módon, hogy újra bevezették az aranyalapú pénzrendszert, amely a háború előtt egész Európában magától értetődőnek számított. Egy fiatal, akkor még alig ismert, de később világhírűvé vált közgazdász, John Maynard Keynes óvaintett Mr. Churchill konzekvenciáitól. Túlságosan magas valuta árfolyamok esetén nehéz helyzetbe kerülne a gazdaság, és vele együtt az egész szociális struktúra is. És így is történt. Az export megcsappant, és megnőtt a munkanélküliség, akárcsak a bérekre nehezedő nyomás is. Ennek egyik következménye az 1926-os általános sztrájk volt, amely ellen a pénzügyminiszter a British Gazette egyik vezető szerzőjeként szállt hadba. Mindamellett védelmünkbe kell vennünk a műkedvelő színészt. Csak azt tette, amit a mindent jobban tudó Keynesen kívül valamennyi szakember is ugyanúgy és ugyanolyan nyomatékkal követelt, mint a kormány és a közvélemény. Politikai pozícióját ez nem rendítette meg. Sőt, még erősítette is a szövetségesek közötti háborús adósságok rendezésére. Az 1925. januárjában tartott konferencia sikeres lezárása nyomán. Ez volt az egyik előfeltétele az arany alapú pénzrendszer, az arany standard újbóli bevezetésének. Nagy-Britanniának a jövőbe vívő útja, úgy látszott, a háború előtti derűs időkbe vezet vissza. Mindent összevetve, Churchill kétségtelenül nem volt kiemelkedő pénzügyminiszter. Szerencsés még végképp sem. Ám azt a nehéz feladatot, amely elé állították, becsülettel teljesítette, és így megpecsételte a tékozló fiú visszatérését. Baldwin kormánya egyébként az 1929. májusi választásokon bukott meg, még éppen jókor, hogy ne terhelje az októberben kitört gazdasági világválságnak, és ezzel a gyülekező viharnak a felelőssége. Hosszú sivatagi út. 1929. május 30-án a konzervatívok az alsóházi választásokon vereséget szenvedtek. Baldwin kormánya lemondott, és Churchill elvesztette pénzügyminiszteri hivatalát. 1939. szeptember 3-án Nagy-Britannia hadat üzent Németországnak, és Churchillt az admiralitás első lordjává nevezték ki. Közben hosszú több mint tíz keserű év telt el, és ezekben az években Churchill természetesen jócskán öregedett is, könyörtelenül szaladt el fölötte az idő. 39-ben betöltötte 65. életévét. Elérte tehát azt a kort, amelyben a legtöbb ember megkezdi megérdemelt pihenését, és amelyet sokan mégis úgy élnek meg, mintha a hóhér bárgya alá kellene hajtaniuk a fejüket. Mindezekben az években Churchill megtartotta ugyan alsóházi tagságát, de nem töltött be semmiféle hivatalt. Az 1931-ben alakult koalíciós kormánynak nem volt rá szüksége. A nyugalomra vágyó Baldwin hallani sem akart már a bajkeverőről, Chamberlainnek pedig végképp nem volt rá szüksége. Churchill beszédeket mondott, még mindig csillogtatni tudta szónoki képességeit, de alig hallgatott már bárki is rá. Egy olyan ember számára, akinek egész élete a politikai ténykedés körül forgott, ez az időszak olyan lehetett, mint valamiféle végtelenül hosszú vándorlás a sivatagon át. A nap perzselő sugarai alatt vagy homokviharban, a gyötrő szomjúsággal küszködve. Persze nyugodtan hozzátehetjük, a maga részéről nem tette különösebben nehézzé az uralkodó többségnek és kormánynak, hogy meghagyja őt számüzetésében. Mert örökké zaklatta, újabb és újabb botrányokat kavart. Tiltakozott, szitkozódott amiatt, ahogy Indiában mentek a dolgok. Figyelmeztette, fenyegette, szinte hazaárulással vádolta a kormányt, amiért szerinte semmit vagy legalábbis túlságosan keveset tesz annak a veszélynek az elhárítására, amely Hitler 1933-as hatalomra jutása óta Németország felől közelgett. Churchill úgy látszott, elvesztette már azt az ösztönét, amelyre támaszkodva csalhatatlan előérzettel a konzervatívoktól a liberálisokhoz pártolt át, majd ismét vissza a konzervatívokhoz. Hogy eltávolodott és egyre jobban távolodott el a kortársaitól, azt jól mutatja egy jelenet 1936-ból. Meghalt 5. György király, és 8. Edvárd lett az utóda. Az új király közkedvelt volt, szinte aféle népi király, aki érzékeny a szociális kérdések iránt, és nagy reményeket fűztek hozzá. Ezért aztán a késő viktoriánus erkölcsi felfogásoktól szabadulni képtelen Anglia számára különösen nagy sok volt, amikor bejelentette, hogy feleségül veszi Mrs. Simpsont, egy egyszer már elvált amerikai asszonyt, aki újra válni készült, hogy hozzámehessen a királyhoz. A koronáért felelős miniszterként Baldwin ultimátumot adott a királynak, vagy letesz erről a házasságról, vagy öccse javára lemond a trónról. Churchill viszont kiállt a király mellett. Nem szabad elhamarkodni a dolgot, érvelt. Várni kell és időt nyerni. Úgyis beletelik még jó néhány hónapba, míg kimondják Mrs. Simpson válását. Ez kétségtelenül szinte már divatja múlt lovagias gesztus volt. De mit lehetett ilyesmivel elérni? Talán azt, hogy megváltozik a brit erkölcsi felfogás? Vagy pedig azt, amint ezt egyik-másik lap merészen feltételezte, hogy megalakul egy királypárt, amely polgárháborúba dönti az országot, mint a 17. századi nagy és véres angol forradalom idején? A király esetében egyébként kényesebb dolgokról volt szó, mint pusztán holmi szerelmi fellángolásról, amelyről remélni lehetett volna, hogy hamar elmúlik. Hajlama addig, és akkor mégiscsak 42 éves volt már, elzárta előle a másik nemhez való közeledést. Mrs. Simpson viszont, és csak is ő, megnyitotta, feltárta előtte egy olyan életnek a kapuját, amely a saját erkölcsi felfogásának és a késő viktoriánus erkölcsöknek jobban megfelelt, mint a kétségbe ejtő magány. Ezért számára nem volt visszaút, és egyetlen lehetőségként a trónról való lemondás kínálkozott. Azt lehet mondani, hogy Churchill nagylelkűen cselekedett, ám a miniszterelnök megmentette a monarchiát. És amikor Churchill a parlamentben felállt, hogy szót emeljen a király mellett, akkor a felzúdulás támadt, mint addig soha és azóta sem. Mégpedig az egész ház, nem csupán az ellenzék részéről, gyalázat, áruló, elég volt! Churchill utóbb ezt írta. Voltak pillanatok, amikor úgy látszott, teljesen egyedül állok a dühtől tomboló házzal szemben. Általában nem zavarnak különösebben az ellenséges hangok, de ezúttal szinte kézzelfogható módon gátoltak meg abban, hogy elmondjam, amit akarok. Minek is hallgatták volna végig? Nem, senki sem óhajtotta már, hogy bármi köze is legyen ehhez a közbotrány okozóhoz, ehhez a konok öregemberhez, akinek az egyetlen mentsége a legjobb esetben a nyilván már rohamosan előre haladó szenillitása lehet. S ha egyszer meghal, az újságok a megemlékezéseikben azt írják majd, hogy politikai pályafutása ragyogó balsiker volt, akár csak már az apjáé is. Mivel akkoriban valóban így látszott, talán helyén való, ha előbb a magánembert vesszük szemügyre, nem pedig a politikust. Az ifjúságát felölelő 1930-ban megjelent visszaemlékezései végén Churchill beszámol a házasságáról, és azt állítja, hogy attól kezdve mindig boldog volt. A kortársaknak, akik magánéletét csak távolról látták, vagy hallomásból ismerték, ez valóban így is tűnhetett. Alig, ha nem sokan irigyelték is. Hiszen sikeres ember volt, és az is maradt, ha immár nem a politikában, hát mint szerző, családja oltalma alatt. Családja és önmaga számára egy kis örökségből és az első világháborúról írt 5 kötetes történetének honoráriumából megvásárolta Kent grófságban a Chartwell birtokot, és ilyen értelemben a világválság valóságos idillbe juttatta. Amilyen nyughatatlan volt, nyomban hozzálátott soha véget nem érő átalakításokhoz, sokszor megkeserítve ezzel a feleségének ezt az idillt. A házat átalakította és bővítette, kertet létesített, és fűthető úszómedencét épített, bokrokat és fákat ültetett, falakat emelt. Legfőképpen falakat emelt. A falak kedvéért megtanult a vakolókanállal, a habarccsal és a vízmércével bánni. Aztán, mint újdonsült kézműves, szakmai büszkeségtől fűtve ragaszkodott ahhoz, hogy felvegyék a kőműves szakszervezetbe. A helybeliek igen nagy meglepetésére és bosszúságára. Nagyon jól emlékeztek ugyanis még a pénzügyminiszterre, aki hadba vonult a sztrájkolók ellen, ahelyett, hogy szolidaritást mutatott volna irántuk. És mit gondoljunk arról a fényképről, amely Sara lányával ábrázolja munka közben, kalappal a fején és szivarral a szájában, mellényes öltönyben, kemény galéros ingben és nyakkendővel. Ilyen felszerelésben alig ha járt valaha is kőművesmester vagy inas építő állványon. Chartwell minden esetre otthont nyújthatott felnövekvő gyermekeinek, legalábbis a szünidőben, amikor a rangjukhoz illő drága internátusi iskolákból hazatértek, és az apa mindenkor szakított időt rájuk. Az idei szünidőben, mondta egyszer Randolph fiának, többet beszélgettünk egymással, mint az apám velem egész életében. A mindennapi szokásaihoz tartozott a késői felkelés, igaz, hogy sokszor már több órás ágybeli olvasás és a kellemes fürdő után. Hol születhetnének szárnyalóbb gondolatok, mint a meleg víz, halkan sistergő habja között. Utána íróasztalhoz ült, hogy ötleteit papírra vesse. Aztán következett a délutáni alvás, ismét levetkőzve, ágyban, nem pedig csupán egy heverőn végignyúlva. Ez lehetővé tette, hogy késő éjszakáig aktív maradjon, és szükség esetén koncentráltan dolgozzon. Churchillnek az életben nyújtott roppant teljesítményére alig ha lett volna lehetősége, ha az nem támaszkodhat mély és egészséges alvásra. Összehasonlításképpen. Bismarck notóriusan rossz alvó volt, ezért örökké kimerültségre panaszkodott, és 1871 után birodalmi kancellárságának 19 esztendejéből csaknem a felét nem a hivatalában töltötte, hanem Varzini vagy Friedrichsruhi birtokán, de még ott sem volt képes összeszedni magát. Ezért kénytelen, kelletlen sok mindenről le is tett. Ugyanakkor Bismarck egyezett a brittel abban, hogy szeretett jókat és sokat enni meg inni, míg a német kancellár már a reggelihez is szívesen ivott pezsgőt, hogy az felpezsdítse a vérkeringését, Churchill ezt inkább a vacsora mellé kedvelte, a nap társasági csúcspontján, amelyet a beszélgetésnek és legfőképpen a saját szószaporításának szentelte. Churchill ivási szokásait illetően sokat találgattak, és mind nagyobb teret kapott az olcsó felháborodás, különösen ellenségei részéről. Az antialkoholista és vegetáriánus Hitler és propaganda minisztere dr. Goebbels sokat gúnyolodott a viszkit vedelő Temze partin, aki alig lehet már beszámítható. Semmi kétség, Churchill olykor többet ívott a kelleténél, de csak ritkán. John Colville, aki hosszú éveken át a magántitkára volt, tanúsítja, hogy a háborús idők miniszterelnökének a poharában általában sok volt a víz, és csak kevés a viszki. Sokkal figyelemre méltóbb az örökös pöfékelése, nehéz szivarok szívása. Az egészséges életmód modern apostolait hallgatva alig képzelhető el, hogy így több mint 90 évet ért meg. Márpedig Churchill időskori szélhűdéseig figyelemre méltóan egészséges volt és maradt. Lázas megfázások nem voltak éppen ritkák nála, s iskolás korában csak hajszál híján úszott meg egy súlyos tüdőgyulladást. 1943-ban a teheráni konferencia után is egy pszichoszomatikusnak minősíthető tüdőgyulladás kényszerítette hosszabb pihenésre, de sokkal többet nem mondhatni erről. Inkább a balesetekről kell szólnunk. Arról már volt szó, hogy fiúként leesett egy 9 méter magas hídról. Amikor huszárhadnagyként indiai földre lépett, pontosabban mielőtt partot ért volna, a rakpart falánál megragadott egy láncot. A partra szállító csónak egy hullámcsapástól alámerült, s Churchill olyan erősen kapaszkodott, hogy majdnem tőből kiszakadt a karja. Ezek után hajlamos volt a rándulásra. Azt tanácsolnám fiatal olvasóimnak, hogy lehetőleg óvakodjanak a válficamtól. Mint annyi dolognál az életben, itt is az első lépés a döntő. Első alkalommal igen nagy erő kell hozzá, de később ez már könnyebben megy. Churchill ettől fogva enyhén fogyatékos maradt. A lovaspólónál bőrszíjakkal kellett rögzítenie a vállát, s az omdurmani csatában pisztollyal harcolt, nem pedig karddal, ahogy azt a szolgálati szabály előírta. Lehet, hogy ez mentette meg az életét, legalábbis ő úgy érezte, s hálás volt ezért a sorsnak. 1931-ben, amikor előadó körutat tett az Egyesült Államokban, New Yorkban súlyos közlekedési balesetet szenvedett. December 13-án Mr. Bernard Barokot akartam meglátogatni. A rossz oldalon szálltam ki az autóból, és átmentem a Fifth Avenue-n, megfeledkezve az amerikai közlekedési rendről, s a piros lámpára sem ügyeltem, mert ilyesmi Angliában akkor még nem létezett. Csúnyán elütöttek, s 2 hónapra ágyhoz voltam kötve. A Bahama-szigeteken, Nassauban aztán lassan felépültem annyira, hogy úgy, ahogy vonszolni bírtam magam. Ilyen állapotban jártam be az Egyesült Államokat. Napközben vasúti fülkében a hátamon feküdtem, este meg tömegek előtt beszédeket mondtam. Azt hiszem, ez volt életem legkeményebb időszaka. A baleset után még egy teljes évig meglehetősen rossz állapotban voltam, és csak lassan kaptam újra erőre. Ha következetesek akarnánk lenni, most voltaképpen figyelmeztetnünk kellene az európai szárazföld fiatal olvasóit, hogy óvakodjanak a brit baloldali közlekedés csapdáitól, az idősebbeket meg arra buzdíthatnánk, hogy vegyenek példát Churchill akarat erejéről. Ezzel ugyanis leküzdött minden sorscsapást. A legimpozánsabb formában az 1953-ban bekövetkezett szélhűdést, de erre később még visszatérünk. A Churchillt Chartwellben meglátogató barátok között szerepelt Friedrich Lindermann, egy félig elzászi, félig amerikai származású tudós, aki kísérleti fizikát tanított az Oxfordi Egyetemen. A prof, ahogy a barátai nevezték, a modern hadviselés, különösen a légvédelem tudományos kérdéseiben a legfőbb tanácsadóm lett. Ez az épp oly jótékony, mint fontos kapcsolat a háború kitörése után is fennmaradt. Ezzel kapcsolatban említésre méltó még az is, hogy a prof, akárcsak Hitler, akit különösebben gyűlölt, abstinens és vegetáriánus volt, és így italos, vidám úri muriknál nemigen lehetett számítani rá. Ráadásul mérhetetlenül sznob volt. A háborús idők miniszterelnökének a radar fejlődésére és az elektronikus navigáció más kérdéseire vonatkozó információival felbecsülhetetlen szolgálatokat tett. Churchillnek egy másik barátja volt Desmond Morton, a hadsereg vezérkari tisztje. Háborús kitüntetéseihez társult egy egészen különleges is. Szíven lőtték, s a golyóval a testében vidáman tovább élt. Gyakorlatilag Churchill szomszédja volt, háza alig egy mérföldnyire feküdt Chartwell-től. Katonai hírekkel látta el Churchillt, és aztán az egész háború alatt is legközelebbi tanácsadóim közé tartozott. A harmadik a társaságban Ralph Wigram volt. Akkoriban a külügyminisztérium hanyatló csillaga, ugyanolyan világosan, mint jómagam, de jobb információkra támaszkodva látta előre azt a borzalmas veszélyt, amely felé sodródtunk. Ebből a felsorolásból világosan kitűnik, hogy Chartwell ura az ilyen barátait nem a társaság kedvéért, hanem aszerint válogatta össze, hogy mennyire lehetnek a hasznára. Ezt utólag sem restelte, hiszen ő maga tesz említést éppen róluk és nem másokról. Mint hivatal nélküli ember jobban szorult rá a tőlük kapott információkra, mint valaha. Továbbra is a politika töltötte ki az életét, mindenképpen felkészültnek kellett lennie, ha a körülmények egyszer majd megint a porondra szólítják. Valódi felüdülést, kikapcsolódást és figyelem elterelést jelentett Churchill számára a festészet, amelyet most intenzíven űzött. Ez a hobbi 1915-ben kezdődött, miután olyan szégyenletes módon kibukott az admiralitásból, és afféle túlélési terápiául szolgált. És ez volt most is, meg 1945 után is. Minél távolabb került a politikai szereptől, annál jobban szorult rá az ecsetre és a palettára a fenyegető depresszióval szemben. Ezt a célt szolgálta a megszokottól való eltávolodás is. Churchill a legszívesebben délvidéki fényben festett, a földközi tenger francia partjain, Észak-Afrikában vagy Olaszországban. Tájakat, a többi között városi képeket és csendéleteket festett különös előszeretettel, de olykor még portrékkal is próbálkozott. Művészként persze nem volt forradalmár, akár csak politikusként sem. A formák és a színek hagyományos módon azt mutatták, amit látott. Ha egy-egy képe azóta több száz márkás áron kell el, ez nem azt jelenti, hogy felveszi a versenyt Picasso-val, hanem inkább más területen szerzett hírnevének tudható be. Merő dilettánsnak azért semmiképpen sem mondható. A kompozíció, a fény és árnyék és a színeknek az ereje iránti biztos érzék vezérelte. Egyetlen példa. 1925-ben festett adriai tájképét egy halászcsónakkal az előtérben, meg az ég és a tenger között lebegő velencével a háttérben bárki szívesen látna gyűjteményében. Semmiképp sem tekintendő tehát botlásnak, hogy a Royal Academy, amely William Turner óta Anglia legjobb festőit egyesíti, Winston Churchill 1948-ban tiszteletbeli tagjává választotta. Harry Truman pedig, aki amerikai elnökként látta Churchillt, mint miniszterelnököt menni és visszatérni, 1958-ban, amikor Kansas Cityben végignézte a hivatali utóda Eisenhower tábornok által kezdeményezett kiállítást, a maga pajkos modorában ezt mondta. Pokolian jól csinálja. Legalább felismerni a képein, hogy mit festett, ami sok modern művészről igazán nem mondható el. Mindenkinek ajánlhatom, hogy ha Churchill képeiből újra rendeznek kiállítást, ahogy ezt legutóbb 1998. januárjában Londonban tették, okvetlenül tekintse meg. Közben a szabadidős foglalatosságok mellett mindig ott volt a kemény munka. Sokszor hetenként, többnyire azonban két hetenként kommentárt írt a politikai eseményekhez, történelmi visszapillantásokkal és a jövőt illető figyelmeztetésekkel tarkítva. Amit leadott, az mindig elsőrendű újságírás volt. Minden témát szemléletesen és drámaian dolgozott fel, és következtetéseit mindig ha és akkor nélkül foglalta össze. Éppen ezért ezeket a cikkeket nem csak Nagy-Britannia és az Egyesült Államok közönsége olvashatta, hanem Európa vezető újságai is átvették, és összesen 16 országban jelentek meg, amíg ez még lehetséges volt. Ez a mindennapi munka egy halom pénzt hozott a szerzőnek. Márpedig pénzre igen nagy szüksége volt, mert voltaképpen egyik napról a másikra élt. Clementine Churchill rémületére Chartwell csaknem annyi pénzt emésztett fel, mint a gyermekek tanítatása, de arra, hogy szűkebbre fogja a költekezését, a hercegi unoka nem mutatott semmiféle hajlandóságot. Így aztán lassan, de feltartózhatatlanul nőttek az adósságai. A 30-as évek derekán már úgy látszott, hogy elkerülhetetlenné válik Chartwell eladása. Mégpedig az akkori gazdasági helyzetben minden bizonnyal jóval a tényleges értéke alatt. A nagy pangás hatása még mindig érződött, a jövedelmek ebből adódó megcsappanása még korán sem ért véget, s napirenden volt ingatlanok kényszereladása. Hogy Churchill 1931-ben súlyos balesete után is folytatta előadó körútját az Egyesült Államokban, ez is a pénzkeresésnek ezzel a nyomasztó kényszerével függött össze. Ide kívánkozik egy megjegyzés. Eltérően attól, hogy ez manapság általában szokásos, ő felsége miniszterei akkoriban nem pompás nyugdíjjal váltak meg hivataluktól, hanem magukra voltak utalva. És ezt általában helyén valónak is találták. Az emberek hallgatólagosan feltételezték, hogy azok, akik hatalomhoz jutnak, már eleve jómódúak. Nyugdíj igények módosították volna a pályaválasztást, azt az állami amatőrt, aki megtiszteltetésnek veszi, hogy a királyt és a hazát szolgálhatja, felváltotta volna a hivatásos politikus, egy új és a hagyományos angol vezető rétegek számára félelmetes figura. Ezt elkerülendő, tudomásul vették a szabályt erősítő kivételeket, például Lloyd George esetében, aki szegényes körülmények közül emelkedett fel, és aztán nyugállományát, mondhatni, előrelátó korrupcióval tette kényelmessé. Churchillről rengetegszer elmondták, hogy voltaképpen a múlt a 19. század embere volt. De ha olyan emberekhez hasonlítjuk, mint Asquith vagy Baldwin, kiderül, hogy határozottan modern. Lényegében már hivatásos politikus volt, és az maradt azokban az időkben is, amikor éppen nem töltött be hivatalt. Ha kellett, újságírással kereste meg a kenyerét. Az az idegenkedés, amelyet a régi vágású pártvezérek és miniszterelnökök mindig is éreztek vele szemben, alighanem ezzel függ össze. Végül Churchill még meg is gazdagodott, és mintát teremtett a jövőt illetően. Az a világhír vagy modern kifejezéssel élve publicity, amelyet a II. Világháború alatt szerzett, immár garantálta, hogy könyvei világszerte óriási példányszámban jelenjenek meg. Az irodalmi Nobel-díj, amelyet 1953-ban nyert el, újabb lökést adott vagyonosodásának. De térjünk vissza a keserű évekhez. 1938 tavaszára Churchill jobban eladósodott, mint valaha, és így rászánta magát, jobban mondva a körülmények kényszerítették rá arra, hogy eladásra kínálja fel annyira kedvelt udvarházát. A legnagyobb bajban akadt valaki, aki a segítségére sietett. Sir Henry Strakosch, londoni pénzmágnás, kifizette az adósságait. Sir Henry zsidó volt, s a többi angol vagy Angliába menekült zsidóval együtt rémülten figyelte a németországi üldöztetéseket. Valamennyiük szemében Churchill, aki fáradhatatlanul figyelmeztetett Hitler rémuralmára, az egyetlen számba jöhető megmentőnek látszott az egyre dagadó szökőárral szemben. És ezért most, mondhatni, ellenszolgáltatásképpen kimentették Chartwellt az adósság árjából. Ide kívánkozik egy történet, amely már korábban esett meg. 1932-ben Churchill a Marlborough életrajzán dolgozott, és őse nyomait kutatva Hollandiába és Németországba utazott. Néhány napig a müncheni Regina szállóban lakott. Ott bemutatkozott neki Ernst Hanfsteingl, aki mindenki számára csak Puci volt, a müncheni társaság egyik közkedvelt tagja, és Adolf Hitler rajongója. Churchill így számol be erről. Vidám, bőbeszédű fickónak látszott, ráadásul kiválóan tudott angolul, meghívtam hát ebédre. Igen érdekes beszámolót tartott Hitler tevékenységéről és nézeteiről. Úgy beszélt, mint akit megígézett a vezér. Úgy tetszett, ismeri minden kedvenc angol dalomat. Valóságos művész volt, és mint tudjuk, akkoriban a Führer kedvencei közé tartozott. Azt mondta nekem, hogy találkoznom kellene vele, s hogy mi sem volna egyszerűbb. Churchill hangsúlyozza, hogy abban az időben nem voltak még semmiféle előítéletei Hitlerrel szemben, még ha ez csak tájékozatlanságnak tudható is be. Elméletét nemigen ismertem, életéről alig tudtam valamit, jelleméről pedig semmit sem. Csodálattal adózom azoknak a férfiaknak, akik síkra szállnak legyőzött hazájuk ügyéért, még akkor is, ha magam az ellenkező oldalon állok. Nem lehetett ellene semmi kifogásom, hogy német hazafi akar lenni. A Hanfsteingl-lel folytatott beszélgetésem közben azonban azt találtam mondani. Miért gyűlöli úgy a maga vezére a zsidókat? Megértem, ha valakinek azokkal a zsidókkal van baja, akik valami rosszat tettek, vagy vétenek az ország érdekei ellen. Azt is megértem, aki szembeszáll velük, ha ki akarják sajátítani a hatalmat az élet valamelyik területén. De hogy lehet pusztán a születése miatt gyűlölni valakit? Hát tehet róla az ember, hogy minek született? Ez elegendő is volt ahhoz, hogy negatív döntés szülessen. A találkozó Churchill és ama férfi között, aki Németországban a hatalom küszöbén állt, nem jött létre. Később Hitler ezt nyilván megbánta, és két ízben is küldött meghívást, de hasztalan. Churchill úgy vélte, hogy az immár teljhatalmú államvezető és az olyan magánember között, amilyen akkor ő volt, az aránytalan viszony eleve kizár mindennemű értelmes politikai párbeszédet. Lloyd George, aki mégis meglátogatta Hitlert, csak bolondot csinált magából. Ezért aztán a mindent egyetlen lapra feltevő játékos és az ellenfele személyesen sohasem találkozott. Az 1929 és 1939 közötti csendes években Chartwellben az újságírói munka mellett a könyvírás állt előtérben. Ez jó volt figyelem elterelésnek, és némiképp a boldogság érzetét keltette. Könyvet írni öröm, az ember együtt él vele. A könyv az állandó társává és barátjává lesz. Körülfog azokkal a gondolatokkal és kapcsolatokkal, amelyeket kibont, mint holmi értékes kristályból készült láthatatlan búra. Az ember bizonyos fokig úgy érzi magát, mint egy aranyhal az üvegében, csak hogy ebben az esetben az aranyhal maga készíti a tartályát. Ez persze azt is jelenti, hogy a szerző magányos ember, akit láthatatlan fal választ el a környezetétől. 1930-ban jelentek meg az ifjúkorát felölelő visszaemlékezései My Early Life címmel. A német fordítás címe Weltabenteuer im Dienst, vagyis világkaland szolgálatában, de alig ha nem találóbb cím lett volna az ifjúság kalandja. Hiszen erről van szó. A gyermekkor és az ifjúság félelmeiről és lelkesedéséről, annak a világnak a felfedezéséről, amely minden újabb nemzedéknek olyan ismeretlenül felkínálkozik, mintha éppen számára teremtették volna. Mindenek előtt fiataloknak való olvasmány ez a könyv. Persze rég elmúlt viszonyokról számol be, könnyedén és mégis mélyen szántóan, izgalmasan és kellő öniróniával. Olyan, mint egy tükör, amelyben felismerjük önmagunkat, és így erőt meríthetünk saját életünk és saját korunk kihívásaihoz. Mindig, mint Churchill számára, letűnik az, ami egyszer volt, és mindig, mint az ő számára, van egy jövő, amelyért harcolni érdemes. A Chartwelli szerző számára ezek után következett a találkozás azzal a férfival, aki 1650-ben John Churchillként született, és 1722-ben Marlborough hercegeként halt meg. Hogy életrajza szétfeszítette az eredeti terveket, és hatalmas méretű képpé nőtt, mondhatni egy Churchill által irodalmilag felépített és személyesen kifestett Sixtus kápolnává, az érthetőnek látszik. Mert ezt az őst, szinte azt hihetnénk, a történelem külön az utóda számára teremtette, mint Shakespeare-i királydrámába illő jellemet, udvaroncot és lángelmét, diplomatát és felségárulót, hadvezért és államférfit. Ráadásul az olyan férfi volt, aki szinte mellékesen és mégis céltudatosan mérhetetlen vagyont hordott össze, amelynek vízfénye Churchill szülőházában, a Blenheim kastélyban ma is ámulatba ejti a látogatót. Marlborough volt a vezéralakja annak a nagy európai koalíciós háborúnak, amelyet Anglia és Ausztria vezetése alatt 14. Lajos Franciaországa ellen vívtak, hogy gátat vessenek fenyegető túlhatalmának és megakadályozzák szomszédai, például német alföld leigázásában. Winston Churchill számára már ez a tény is az ősnek a történetét, a jelennek szóló tankönyvvé tette, csak hogy közben Németország lépett Franciaország helyébe. Az udvari intrikák, diplomáciai manőverek, hadjáratok és csaták hosszú láncolatában egyúttal, vagy minden esetre majdnem, családi ügyről volt szó. Marlborough egyik fivére George a brit flotta parancsnoka volt, másik fivére Charles pedig az egyik legjelentősebb hadsereg parancsnoka. A túloldalon az egyik parancsnok James Fitz-James, Berwick hercege és Franciaország marsalja. Ugyancsak Churchill volt a természetes fia Marlborough nővérének Arabellának, akit körültekintő fivére vitt második Jakabnak, az utolsó Stuart királynak az ágyába. Amikor aztán ezt a királyt az 1688-as dicsőséges forradalom lelökte a trónról, és a helyébe Orányi harmadik Vilmost ültette, Marlborough-nak ebben a játékban is benne volt a keze, mégpedig döntően. Valóban egy lenyűgöző történet játszódik le a szemünk előtt, és mivel itt egy szerző és egy anyag eszményi módon egymásra talált, a Marlborough alighanem Churchill legjelentősebb irodalmi alkotása. Ezt is érdemes elolvasni, esetleg már érettebb fiataloknak. Az angol eredeti Marlborough, His Life and Times első kötete 1933-ban jelent meg, az utolsó, negyedik kötet pedig 38-ban. Közben Churchill dolgozott már egy újabb négykötetes művön is, amelynek címe A History of the English-Speaking People, az angolul beszélő népek története. Ez gyakorlatilag már 1939-ben be is fejezte, de a kiadása a háború miatt eltolódott, és így újra átdolgozva 56 és 58 között jelent meg. Éppen nem angolok és nem történészek forgathatják nagy haszonnal, és ráadásul élvezettel ezt a történetet. Churchill vajmi keveset törődik a szakemberek aggályaival. A költészet fontosabb számára. Jellemző módon ez olvasható egy helyen, ahol egy régi hagyományról esik szó. Zsimbes kutatók szétrombolták ezt a nagyszerű legendát, pedig megérdemli, hogy helyet kapjon minden történelemkönyvben, amely erre a névre rászolgál. Természetesen nem hiányoznak a jelenkorra, a 30-as évekre való célzások sem. Például, miközben a 17. század eseményeiről van szó, ez olvasható. Keserű és tragikus korszakokban szabad emberek a történelem nagyszerű tanulságaiban lelhetnek rá arra a vigaszra, hogy a zsarnokság csak szolgalelkű népeknél maradhat fenn. Azok az évek, amelyeket végig kell szenvednünk, végtelennek tűnhetnek fel. Ám a világ sorában ezek csupán a balsors egyetlen másodperce. Még félreérthetetlenebből mutatja ezt egy másik példa. Lord Greenville, a külügyminiszter, a francia követnek 1792. december 31-én átnyújtott egyik jegyzékében kifejti ő felsége kormányának az álláspontját, mégpedig olyan szavakkal, amelyeket azóta az angol külpolitika klasszikus elvének ismertek el. Anglia sohasem fogja eltűrni, hogy Franciaország merészelje tetszése szerint és holmi állítólagos, kizárólag őt megillető természetes jog ürügyén semmisnek nyilvánítani azt a politikai rendszert, amelyet ünnepélyesen megkötött szerződések és valamennyi többi hatalomnak a hozzájárulása garantáltak. Államunk ragaszkodik azokhoz az elvekhez, amelyek több mint egy évszázadon át vezérelték. Ezért nem fogja tétlenül nézni, ha Franciaország közvetve vagy közvetlenül Németalföld urának, vagy Európa jogai és szabadságai fölötti döntőbírónak tolja fel magát. Ha Franciaországnak fontos, hogy Angliával fenntartsa a barátságot, akkor le kell mondania agressziós terveiről és expanziós törekvéseiről, és be kell érnie a saját területével, anélkül, hogy más államokat megbántana, nyugalmukat megzavarná vagy jogaikat megsértené. Ismét csak Németország állítandó Franciaország helyébe, s már is nyilvánvaló a 30-as évekbeli aktualitás. Egészében véve az angolul beszélő népek története egyértelműen gyengébb, mint a Marlborough és más művei. Churchill nem volt történész, hanem mindig legfőképpen életrajzíró, aki a nyelv kiváló mestereként izgalmas élettörténeteket beszél el. Egyébként az első és a második világháborút bemutató önábrázolásban is, vagy ebben kiváltképpen. Valamilyen összefoglalással kísérletezve elmondhatjuk, hogy az 1929 és 39 közötti évek termékenyek voltak, abban az értelemben, hogy sok időt hagytak a gondolkodásra, az elmélkedésre, s talán éppen ez volt az előfeltétele a későbbi cselekvésnek. Nem véletlen, hogy sok régi történet szól olyan emberekről, akik a sivatagba vándorolnak, hogy ott megvilágosodjon az elméjük. De ez ne vezessen félre bennünket. Churchill számára ez nem volt csöppet sem önkéntes vándorlás, és írása nem csak a figyelemelterelés, mondhatni a kábítás eszköze volt, bár ez is szerepet játszott benne, mégpedig lényegeset. Egy olyan ember magányáról tanúskodik ez, aki a politikai sivatagba száműzöttnek látta magát, Chartwell idilli képe mögött ott lappangott a kétségbeesés. Még arról is hallani lehetett, hogy Churchill gyakran lidérces álmok gyötörték, és rosszabbul aludt, mint a háborús években, akármennyi feszültségben és katasztrófában volt is része akkor. Ugyanis mi lehet rosszabb annál, hogy az ember látja, mind gyülekezik a tragédia vihara, és nem tehet semmit ennek elhárítására.